Négy osztály sorakozott fel a nagykálói városi sportcsarnokban. Az ünneplőbe öltözött tanulók a szalagavató ceremónia alkalmából gyűltek össze. Az intézményben összesen 104 végzős diák van. Ők hatosztályos gimnáziumi, magyar-német két tanítási nyelvű, angol nyelvi előkészítő, általános és drámatagozaton tanulnak. A régi hagyománynak megfelelően nekik tűzték fel az osztályfőnökök az iskolától való elválást szimbolizáló szalagot. Mint ahogyan azt kérdésünkre Bobonka Gyula, a Korányi Frigyes Gimnázium intézményvezetője elmondta, az ünnepség a korábbi évekhez hasonlóan a már megszokott menetrend szerint zajlott. Mai programmal a szalagavató után, tehát az ünnepi beszéd, illetve a szalagtűzés után, ami egyben jelkép is, ugye, illetve hagyomány a gyerekeknek, illetve az iskolának, emlék is lesz ugyanakkor. Az ünnepi beszéd után lesz a produkció, a szalagtűzés, utána következik a tanulóknak, bemutatják a táncukat. Ez már modernebb, nem olyan, mint régen, hogy csak keringőztek. Ehhez kívánunk majd mindenkinek jó szórakozást, és utána a gimnázium aulájába ismét el tudnak lépni, akik nem tudtak eljönni ide, mert nem fértek be a csarnokba, és utána lesz egy ünnepi ebéd számukra, illetve a nevelőtestületnek. Miért fontos egy iskola életében a szalagavató ünnepség? Mint említettem, egy hagyomány, egy emlék, és mindenképpen egy olyan ünnepről beszélünk, amit mind a szülők, mind a kollégák, mind a tanulóink igen fontosnak tartanak, hiszen ez egy olyan utolsó ünnep, ami végül is megünnepli az utolsó évnek a érettségi előtti előkészületeit. Változatos műsorokkal készültek a szalagavató ünnepségre a Korányi Frigyes Gimnázium végzősei. A tanulók nagy része izgatottan várta ezt a napot, hiszen a sportcsarnokban diáktársaik és tanáraik mellett összegyűltek családtagjaik és barátaik is. A szalagavatót hosszú felkészülés, sok táncpróba előzte meg. Mindegyik osztály olyan táncot, előadást mutatott be a közönségnek, amelynek betanulása során még összetartóbb közösségé kovácsolódtak. Először úgy készültünk, hogy azt se tudtuk, hogy hol áll a fejünk, de aztán tök jól összebeszéltünk, hogy megbeszéltük, hogy mi legyen, hogy legyen. 3 hét alatt összehoztuk a táncot, mert nem találtunk táncolót, de végül lett táncolnánunk Nagy Idai Gergő, aki szuper táncot faragott nekünk, és nagyon örülünk, és nagyon összeszedettek vagyunk, úgyhogy reméljük, hogy nagyon jól fog sikerülni. Mit fogtok táncolni? Ez egy történetbe bújtatott kis műsor lesz. Ugye egy fiú van az osztályban, és egy ilyen, az lesz a címe, hogy Női Uralom, és a fiút a végén meg fog őrülni a fiú. Ez lesz a jelképe. De nagyon, hát egy picit izgulunk is, de reméljük jól fog sikerülni. Mesélj nekem egy kicsit arról, hogy milyen a te osztályod. Összetartóak vagyunk, nagyon. Még az a szerencsé, hogy meg tudunk beszélni mindent, mert ugye vannak olyan osztályok, hogy semmiben nem egyeznek meg, de mi megegyeztünk mindenben, nagyon jól sikerült, minden az összhang is megvan, a próbákon nagyon együtt dolgoztunk, együttműködőek voltunk, mindenben van pici nehézség, de a végén jól sikerül minden. Nagy sikert aratott a megjelent hozzátartozók körében a Korányi Frigyes Gimnázium diákjainak szalagavatós műsora. A tanulókra azonban a jövőben még bőven várnak kihívások, hiszen el kell dönteniük, milyen irányban szeretnének tovább tanulni, és előttük állnak az érettségi vizsgák is.